Amiért az én volt feleségem belépett ebbe a kormányba, még államtitkárként, vagy később miniszterként, az az volt, hogy ő oda dolgozni ment. Ő de nem a saját javát, vagy a saját érdekét érvényesíteni ment a kormányba, hanem a hazáért dolgozni. És erre büszke volt. És soha egy fillért nem vett el a közösből. Volt feleségemnél volt egy pár olyan ügy, ami szerintem ráégett teljesen feleslegesen. Az egyik ilyen volt a lakásvásárlási ügyünk, amit a széles magyar sajtó úgy interpretált, mint valami óriási botrányt. És ugye támadtak minket, hogy mennyire veszünk, miből veszünk, hogy kapunk ilyen hitelt, stb. Ezzel tele volt a magyar sajtó, ez ráégett a volt feleségemre, teljesen érthetetlen módon, mert az én volt feleségem azt az ukázt kapta Rogán Antaltól és a kormányzati agytrösztről, hogy nem kommunikálunk, nem emeljük fel a hírt. Pedig egy egyszerűen cáfolható, jogilag, hitelszerződéssel, szépen levezethető, normális lakásvásárlás volt, mint ahogy egyébként bárki vásárolhat lakást. Mi 2018-ig Brüsszelben éltünk a családunkkal. Mi ezt a balatonhenyei házat úgy építettük, hogy valamikor haza fogunk jönni Magyarországra, várhatóan 18 után, mert már kint voltunk akkor 9 évig, és ott fogunk élni. Bármilyen hihetetlen, azért lett az a ház olyan szép, azért raktunk bele mindent, az akkori összes megtakarításunkat, azért vettünk föl bankhitelt, azért vettük föl a csokkot, azért mentünk el az Ánka iskolában megnézni, hogy milyen az az iskola, azért néztük meg a tihanyi lehetőségeket, hogy a gyerekeink melyik iskolába vagy melyik óvodába fognak jönni, amikor hazajövünk. Ez volt. És mindenki tudja a családunkban, mindenki tudja a baráti körünkben, hogy mi úgy terveztük, hogy oda megyünk. De szerintem, ha a faluba is megkérdeznek embereket, akkor el fogják mondani a kivitelező is, hogy hogyan építettük a családi házunkat, hogyan építettük a gyerekszobát. Ugye nekünk volt egy külön élésünk már a volt feleségemmel 2020 elejétől pár hónapig, és utána sikerült rendezni a viszonyunkat. Történtek dolgok. Mi el akartunk válni, vagy úgy volt, hogy elválunk. Hanem tulajdonképpen beleavatkoztak, hogy hogyan válsz el. Bele akartak. Nyilván egy válásnak azért vannak, vagy egy lehetséges válásnak vannak azért pro és kontra dolgai, és nem mindig akarja mind a két fél ugyanazt aláírni, ugyanolyan gyorsan, vagy ugyanabban a sebességben. Szerintem az egy csoda, hogy ennek ellenére sikerült rendezni a kapcsolatunkat. Rogán Antal személyesen gratulált nekem az egyik Fidesz kongresszuson, ami ezt követte, amikor újra egy pár voltunk, hogy ő mennyire becsül engem, hogy én ezt megtettem, és mennyire örül neki, hogy nekünk ezt sikerült rendeznünk. Neki ez nem sikerült, azt is mondta a házasságom. Úgyhogy ennyi. Azoknak, akiknek nap meg kell jelenniük a tévében, akik vállalják az egész életüket nyilvánosság előtt, családdal, munkahelyjel, hibákkal, előnyökkel, azok elszámoltathatóak. És ugye ő, nem tudom, hogy ennek el lehet mondani, de ugye ő információkat kért sokszor. Volt feleségem, tehát hogy ő az előterjesztésekkel nem volt mindig elégedett. Nem a Pegazus, hanem általában ezek, és ezt így el is mondta. És akkor szóltak neki, hogy akkor nem kell ezzel foglalkozni. Akkor ezt átszignáljuk másra. De ugye kidört a Pegazus botrány, és exponálta a volt feleségem ezt a botrányt is. És hagyta a kormányzati kommunikáció minden további nélkül, hogy ráégjen az a botrány, amihez semmi, de semmi köze nem volt. Ha már így beszélünk, én őszintén, akkor az érdemes tudni, hogy Marga Judit hogy jött a politikába, mint Mary Poppins az esernyővel. Mind egy ilyen üstökösként, felívelő valakiként, ezt nem mindenki szereti a pártban. Valaki ide belibben és rögtön miniszter lesz, népszerű lesz, úgy viselkedik, mint egy ember, szeretik az emberek, imádják a jobb oldalon, beszél nyelveket, eladható, családja van, sportol. Nem beszéltem vele a lemondása óta, de biztos vagyok benne, hogy ő ezt nem kudarcként éli meg, hanem örül neki, hogy végre a három gyerekével tud többet lenni, mint eddig. Eddig is szuper jó anya volt, és szerintem most még szuperebb lesz. És szerintem most ő boldog. Mindig nevettünk, mert a kedvenc sportcipője gyerekkorában az a Nike Air Pegazus volt, és imádta. És akkor bejött, és lett egy ilyen botrány ugyanazzal a szóval, és de akkor adta először. Hm.
Igen. Köszönöm. Ha tetszett a műsor, dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára. Csáááá!